Hogyan telt számotokra az utazás? Hú, hát én nagyon jól éreztem magam, mert rengeteget nevettünk a lányokkal, beszélgettünk. Nagyon jó fejtársaság gyűlt össze, úgyhogy már az út számomra egy élmény volt. Nagyon élveztem. Hát én is sokat tudom mondani, nagyon elpörgött az idő, hogy együtt elhülyéskedtük az időt. Élveztük is a kilátást, meg hát tényleg jó volt. Olyan hamar elment, hogy nem is gondoltuk volna, hogy hirtelen mondták, itt vagyunk, hát el se hittük, hogy már megérkeztünk. Úgyhogy már mi az volt az első, hogy rögtön leszaladtunk Patival a partra, gyorsan gyűjtöttünk kagylókat, meg már túsztattuk a lábunkat, úgyhogy tetszik, már alig várjuk, hogy mehessünk végre. És mit vártok a legjobban ebben a 10 napban, vagy mit szeretnétek leginkább csinálni? Hát megkaptuk a programokat, elég ütős lesz, azt kell mondjam, de én már most attól sokkot kaptam, hogy milyen gyönyörű szállás helyet kaptunk, úgyhogy hát el sem tudom képzelni, biztos, hogy a tavalyi tapasztalatokból is kiindulva, és már amennyit most hallottunk róla, iszonyatos nagy buli lesz. Biztos, hogy az lesz. Hát én is ezt a véleményt mondom. Az volt az első, bementünk a mosdóba, hát már attól padlót fogtunk, pedig még a szállást, a szobákat nem is láttuk, hát gyönyörű. Itt a medence is már teljesen, alig várom, hogy belemenjünk, úgyhogy tényleg sokszínű lesznek a programok, úgyhogy hát én mindegyiket várom, érdekes lesz szerintem. És mi a véleményetek a jetskizésről, ki fogjátok-e próbálni, nem féltek-e tőle? Hát természetesen kipróbáljuk. Szerintem mindent ki fogok próbálni, amire lehetőségem adódik. Nagyon várom már egyébként, biztos nagyon jó lesz. Hát én nem igazán tudok úszni, de remélem, addig erőt gyűjtök, és kipróbálom én is. De kapsz mentő mellényt. Hát már meglátjuk. Hogyan telt számodra az utazás? Hát az utazás, tulajdonképpen a lányok azt mondták, hogy én végigaludtam az egész utat, de szerintem nem igaz. Hát egyébként szerintem tényleg én aludtam a legtöbbet, de azért nehéz volt úgy aludni buszon, mert hát ott a székeken hozzá vagyok ugye szokva az ágykómhoz, aztán rossz volt nélkülözni. De kibírható volt, nem? Kibírható volt, ki. Azért úgy, mi így visszatekintve már úgy gyorsan túl vagyunk rajta. És mit vársz legjobban ettől a 10 naptól? Miket szeretnél kipróbálni leginkább? Hát a fürdőzést, azt nagyon, a jetskit, azt minden, én arra vártam a legjobban, azt nagyon várom. Hát meg a programok, ugye elég sok programot kaptunk, meg elég sok lesz, úgyhogy szerintem a szabadidőnk az nem lesz olyan túl sok, de biztos, hogy nagyon színesek lesznek, úgyhogy az Olimposzt is várom, hogy oda felmenjünk, az is szerintem érdekes lesz, meg a hotel is nagyon szép, minden szép, nagyon tengerpart. Hogyan telt számodra az utazás? Nekem az utazás kellemesen telt, nem fáradtam el, próbáltam aludni, valamikor sikerült, valamikor nem, de nem volt annyira fárasztó, kibírható volt ez a pár óra. Mit vársz a legjobban ettől a 10 naptól, miket szeretnél kipróbálni, vagy mit szeretnél leginkább most csinálni? Elsősorban nagyon szeretnék csobbanni egyet a tengerbe, de megteszi a medence is, mert gyönyörű szép a szálloda. Hát nagyon várom a jetskit, meg mindent, ami programok lesznek, vagy éppen ami kapcsolatos Görögországgal.
utazásunk véget ért, de reméljük, a második részt is együtt nézhetjük.